Azt nem tudom, hogy a Teker csoport bulizik-e majd Kisvárdán, minden esetre most a Weekend stúdiójába jöttek, hogy egy picit jobban megismerjük őket. Jó estét kívánok, sziasztok! Hát Zsolt és Ádám, ugye tanárdiákként a Veselényi Miklós szakiskolai szakgimnázium és kollégiumból érkeztek, és én itt próbáltam nagyon jól informáltnak tűnni, úgyhogy megkérdeztem, hogy na, és akkor ugye most nem bicajjal érkeztetek, mondtátok, hogy nem kocsival, és egyébként semmi közöttök a biciklizéshez, akkor miért lett ez a csapat neve, hogy Tekerd? Az Anima Sound Systemnek van egy dala, az a cím, hogy Tekerd, és az a refrénje, hogy fekete-fehér sovány kövér, kit érdekel, honnan jöttél, Isten hozott nálunk testvér. És végül is ez adta az ihletet. Értem, tehát a dolog arról szól, hogy bárkit befogadtok, pontosan, aki tud azonosulni azzal a szenvedéllyel, vagy azzal az elhivatottsággal, ami bennetek él, ugye? Nagyjából végül is igen. Na, hát akkor meséljetek magáról erről a csoportról, ugye ti legóztok gyakorlatilag. Általában vannak már olyan professzionálisabb legók, amin rajta van az, hogy 99 éves korig ajánlott az összeszerelése. Na most ezzel egy átlag ember általában meg se próbálkozik, mert úgy ítéli meg, hogy tök nehéz. De mégis mondjuk szülőként én úgy gondoltam, hogy nagyjából max. 14 éves kor után lecseng a legózás, mint szenvedély. Plusz azt látom a világban, hogy valóban lecseng, mert hogy átveszik az ilyen játékok szerepét a különböző kütyük, és a gyerekek már nem olyan szívesen ülnek le. Viszont ti egyfajta harcosai vagytok a normális életnek ezek szerint. Igen, és ráadásul mi nem is azokkal a szettekkel dolgozunk, hanem egyszer egyes, kétszer kettes és négyszer kettes kockákból építünk hatalmas mozaikokat. Tehát ezek az a nagyon picik, amiből általában mindenkinek nagyon sok van, és ugye azt mondjuk, hogy jaj, de jó, ebből már bármit fel lehet építeni, mert többnyire el szoktak tűnni azok a prospektusok, ami alapján fel kell építeni ezt a valamit. Hogy alakult a csoport, Zsolt? 2014-ben volt az iskolánkban egy 24 órás építés, LEGO építés, és igazából ott nekem négy diák nagyon sokat segített. Amikor ennek a projektnek vége lett, akkor igazából ők voltak azok, akik szerették volna ezt az egészet folytatni, és abban a tanévben gyakorlatilag a megmaradt kockákat használtuk fel, aztán utána 2014. szeptemberében alakult meg igazából a csoportunk 8 fővel. Aztán folyamatosan bővül, illetve hát változik nyilván a csapat összetétele. Gondolom attól függően ugye, hogy diákok jönnek, aztán esetleg elballagnak, van olyan, aki maradt? Tehát aki attól függetlenül maradt a csapatban, hogy már elballagott a suliból? Igazából aki egyszer csak az örökké tag. Tehát hiába ugye elmennek, ugye elballagnak, vagy éppen kilépnek az iskolából, azok ugyanúgy visszajönnek, amikor éppen szabadidejük van, éppen munkájuk engedi. Te egyébként nagy legós voltál, mielőtt a Tekert csapatba bekerültél? Hát én kiskoromban esetleg, tehát én magam szerettem legózni, ugye nem mindig tudtam, mit tudom, hogy a legó témának, vagy bármi, de nagyon szerettem kiskoromban legózni, utána nálam is ez körülbelül 12 éves koromban lecsengett, aztán utána láttam meg, hogy Zsolték mit is csinálnak, és így megtetszett az egész, aztán reménykedtem, hogy én is a részéjét tudok válni. Volt valami speciális felvételi, vagy hogy kerültél be a csapatba? Nem, nincs olyan felvételi, hanem maga a csoport ugye a zenébe is jön, a refrénjébe, ugye gyakorlatilag olyan emberek vannak ebbe a csoportba, akiknek éppenséggel nem a legjobb a tanulmányi átlaga, vagy éppen nem egy élsportoló, nincsen egy nagyon jó háttere, esetleg családi háttere vagy élete, és igazából mi egy ilyen szerepet töltünk be, hogy magunknak a kis családját így kialakítsuk. Igen, lett egy ilyen olyan családotok, ahol elfogadnak mindenkit valószínűleg. Pontosan. Úgy, ahogy van. Na, Zsolt, úgy gondolom, hogy a fejetekben azért folyamatosan alakulnak ki különböző képek, és szerintem arról szólnak ezek a kis családi összejövetelek, hogy mi a fenét lehetne megépíteni legóból, ami nagyot szólna. Mik azok, amiket már elkészítettetek eddig? Hát, az elején általában olyan képeket dolgoztunk fel, amik ugye már alapban adottak voltak, tehát így dolgoztunk a Marvel Comics rajzolóival, a DC Comics rajzolóival, aztán utána folyamatosan jöttek olyan alkotások, amikor meg volt az a megfelelő háttér, hogy gyakorlatilag saját magunk készítjük el a képeket. Együtt dolgoztunk például az egyik űrprojektünk egyik alkotásán a NASA-val, a Smithsonian Múzeummal, de a mostani, a legutóbbi projektünk, ami az amerikai nagykövetséggel közösen történt meg ebben az évben, hogy gyakorlatilag már a srácok tervezték a képeket. A divat és stílus tervezésen éppen most végzett technikus Szabó
Szávó Edem, ő volt az, aki megrajzolta ezeket az alkotásokat, portrékat, és Ádám volt az, aki aztán pixelizálta, hogy ezt fel tudjuk használni az építésekre. És mennyi idő alatt épülnek meg ezek a remek művek? Hát igazából az attól is függ, hogy mennyi diák vesz részt éppen az adott projekten. Általában olyan 80-90 diákkal szoktunk dolgozni együtt, 3-4 óra alatt akár is készül egy 36-100 kockából álló kép. Egyébként hol tároljátok ezeket a kockákat, vagy ezek, amikor elkészül valami, akkor a szétbontjátok, vagy megmarad úgy, ahogy, és várjátok az újabb kockákat, esetleg fel is lehet ajánlani nektek ilyen egy-két centis kockákat? Igazából a képek egy része magában a LEGO gyárban van most már kiállításon, ezen kívül van egy alkotásunk a Magyar Nemzeti Galériában, a Ludwig Múzeumban van most jelenleg 3 alkotásunk, ebből 2 a múzeumok éjszakáján készítettünk el, egyet tavaly, egyet pedig most. Nyilván együttműködünk nagyon szorosan a József András Múzeummal, rendszeresen szoktuk kiállítani ott a képeinket, az alkotásokat, és maga egy József András portré már része is az ottani kiállítás. És ugye a Láthatatlan kiállításon is volt egy művetek. Igen, igen, az pedig a Voyager készített egy képet a Földről, egy pixel volt rajta a Föld, és ezt gyakorlatilag 17 000 kockából megépítettük a világűrt és rajta a Földet, amin Braille-írással volt Carl Sagan idézete olvasható. Ádám, mi az, amitől megmentett téged ez a csapat? Tehát, hogy is mondjam, tehát maga ez a család, ezek a dolgok, ezek az együtt töltött idők, az örömök. Hát, ha ez nem lenne, akkor másképp kérdezem, mennyivel lennél szegényebb mondjuk? Vagy? Hogyha az, hogy nem lenne ez a csoport, akkor most éppen egy híd alatt lennék például, körülbelül ennyivel. Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szép képet adott, vagy tehát olyan, mint hogy egy üres falra felkerülne egy alkotás, gyakorlatilag egy utat jelent neked. Pontosan. Ez a csapat. Gondoltad azt, hogy ebből ez lesz, amikor ezt kitaláltad? Amikor elkezdtük, akkor abszolút semmiféle tervünk nem volt ezzel az egésszel. Ahogy mondtam, a srácok szerették volna folytatni, és igazából én csak így sodródtam az árral, és aztán ugye nyilván az első teljes év után láttam azt, hogy mintha javulna a magatartásuk, javulna a teljesítményük az iskolában, és akkor kezdtünk el igazából efelé elmenni, hogy hát ha valami extrát tudunk nyújtani a srácoknak, és gyakorlatilag most már 27 fő van a csapatban, ebből 14-en végeztek, vagy el kellett hagyniuk az iskolát, de egy ember egyetemen van, 13-an pedig dolgoznak közülük. Nem gondolkodtál azon, hogy a doktoridat magából ebből a modellből írd meg, ebből a projektből? Az igazság, nem, most szerencsére nagyon el vagyunk foglalva. Ahogy mondtam, most ért véget az amerikai nagykövetséggel egy ilyen országos turnénk, amiben 700 diákkal építettünk meg 10 alkotást, 10 portrét, és most már szerencsére megvan a jövő évi hát tervünk is, illetve gyakorlatilag a következő 2 évre már nagyjából tudjuk, hogy mit szeretnénk. Hát építeni. Akkor esetleg, aki valaki jelentkezni szeretne, van erre lehetőség? Hát igazából tud még a család bővül? Igazából csak az iskolában lévő diákokkal dolgozunk, mert hogy azért nyilván itt nagyon sok mindent kell egyeztetni az iskolával, az osztályfőnökökkel, akkor szerencsés, aki a veselényiben van. Igen, mondhatjuk azt, hogy igen. Na hát köszönjük szépen, fiúk, és szívből gratulálunk, csodás köszönjük. Dolgokat csináltok. Köszönjük szépen.